zumba őrületben van egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, sőt egész Magyarország. Megvallom őszintén, én még soha nem próbáltam ki, de ami késik, az múlik, szokás volt mondani. Vedné Güngattyánné tímea, azaz zumba Mimi, úgyhogy figyelem, figyelem. Igen, igen. Timi, ebből automatikusan Mimi? Igen, a kisfiam nem tudta kimondani, hogy Timi, mikor egész picike volt, még épp, hogy tanult beszélni, és így Mimi lettem. De a zumbát ki tudtam mondani. A zumba, azt teljesen perfektül, így van. Voltam el nálunk vendég annak idején, és tartottatok egy kis bemutatót is. Mi történt veletek azóta? Gyakorlatilag egy, majdnem egy teljes év eltelt. Igen, hát hál' Istennek azt mondhatom, hogy nagyon szépen alakulnak a dolgok. Világszerte hódít a zumba, és nem maradt ki Magyarország sem, úgyhogy remélem azért majd te is ki fogod próbálni, vagy hát ti is, mert azért fiúk is szoktak jönni. Itt Nyíregyházán is igencsak beindult a zumba élet, tehát azóta hát több mint egy fél év telt el. Létszámban is nagyon szépen gyarapodtunk, oktatószámban is, úgyhogy mindenki szerintem, aki úgy gondolja, hogy ebben a sportban szeretné megtalálni az egészséges életmódot, biztos, hogy fog magának olyan oktatót találni, aki tetszeni fog hát neki, vagy szimpatikus, így van. Igen, de itt volt a lényeg, amit kimondtál, hogy ebben a sportban. Igen. Nagyon-nagyon sokan hallhatjuk, hogy zumba, zumba, igen, zumba, meg látjuk is kiplakátolva, meg hogy gyere zumbázni, de mi is ez, hogyha valaki eddig nem hallott? Hát ez egy nagyon nehéz megfogalmazni. Én valahogy úgy mondanám, hogy egy rejtett edzésforma. És azért mondom, hogy rejtett edzésforma, mert nem érzed, hogy edzel. Tehát általában mi történik, amikor valaki elmegy edzeni? Ráveszed magad, oké, belenéz a tükörbe, 20 kiló, le kellene adni, vagy jön a nyár, úszógumi, stb. És egyfajta ilyen, tehát meg kell magad győzni, rá kell magad venni arra, hogy elmenj bárhova is, vagy tegyél érte, mennyivel egyszerűbb megrendelni egy bogyót, azt beszedni, de hogyha azért hosszú, így van, vagy hát csak addig hat, amíg szeded, de hát azért nem lehet életfogytig ez ilyen dolgokat szedni, és igazából amikor az ember fölött kezd múlni az idő, akkor rájön, hogy egy életmódváltás az, ami kell. És én mindig azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember mit csinál, de heti kétszer egy óra az a saját maga érdekében, hogy a szív- és érrendszeri problémáktól elkezdve, tehát nagyon sok olyan közvetett és közvetlen egészségügyi vonzata van, hogyha az ember nem mozog, hogy azért érdemes magunkért ezt megtenni, mert több évet is tudunk ezáltal hosszabbítani. A zumbázó hogy nem veszi észre, hogy ez nem feltétlen egy erőszakos edzés, tehát táncolós mozdulatok, vagy pontosan miért? Pontosan erről van szó, ahogy mondod, hogy igazából nem úgy telik el az idő, hogy nézed az órát, és ó, még egyszer 20, jó, akkor még mindjárt még ezt még lenyomod, ó, a francba, amikor lesz vége, hanem úgy mész, eleve már oda, hogy alig várod, tehát a napodnak ez valamilyen szinten a csúcspontja, és ez azért van, mert ugye a zene, a tánc, az mindenkihez közel áll, és amikor csinálod a gyakorlatokat, a táncmozdulatokat, kicsit így belefeledkezel a problémákban is, tehát azért ez egy fontos dolog, hogy nem csak hogy fitness, nem csak hogy egészséges életmód, nem csak hogy egy rejtett edzésforma, hanem egy pszichoterápia is egyben. Hogyha csak egyénileg nézzük, akkor is, tehát mint te egyénként részt veszel az órán, hiszen meg tudsz feledkezni azokról a problémákról, amik esetleg foglalkoztattak egész nap, sőt, azokat a feszültségeket le tudod adni, amik gyötörnek esetleg, és ami még habatortán, hogy egy nagyon klassz közösség alakul ki. Tehát mondhatom, hogy azt, hogy egy nagy család azok, akik oda járnak az órámra, és annyira szuper látni azt, hogy barátságok kötődnek, és együtt megyünk szórakozni, együtt szervezünk táborokat. Igen, láttunk ilyet nyáron is, Tokajban felvonultatok. Igen. Egyébként meg tudom erősíteni ezt, hogy említetted, hogy milyen jó hatással van a lélekre. A kollégám mondta, hogy például az ő párja, vagy egy ismerősömnek a barátnője rendszeresen jár zumba órákra, és mondta, hogy olyan vidáman és olyan boldogan jön haza. Mondtuk is neki, hogy Józsi, biztos, hogy oda jár zumbázni, és nem valahová máshova, mert annyira jó kedvel megy haza. Nagyon tehát gyakorlatilag ez egy pluszt ad, ugye? Nagyon tehát ezen kívül is, a mozgáson kívül is. Van a lelki világra. Tehát van olyan vendégem, aki régebben járt, és úgy észlettem, hogy az utóbbi két hónapban nem volt az órán. És mikor újra megjelent, akkor kérdeztem, mi történt vele, és mondta, hogy meghalt az anyukája.
Uh-huh. És hogy nem is tudja, hogy fogja tudni csinálni, de a férje küldte el, mert már látta rajta, hogy annyira rossz kedvű, és olyan lehangolt, de amikor járt zumbázni, hogy akkor mindig úgy jött haza, hogy fel volt dobva, és így a férje küldte, hogy jöjjön már, mert ez tartja egy gyógymódnak számára. De egy ilyen esetben mondható az, igen, ahogy te is említetted még a beszélgetésünk elején, hogy ne csak küldj, hanem gyere te is velem. Igen. Tehát azért igen, a férfi, hogy járnak zumbázni. Hát azért latinos mozgások, csípőrázás, Ricky ilyesmi. Ricky Martin is tudja, te is tudja. Látom a férfiakat, de hát mégiscsak azért. Mivel én szalszázom, így nekem kicsit könnyebb dolgom van olyan szempontból, hogy több olyan férfi ismerősöm van, aki táncol, és akitől mondjuk nem áll távol akár egy csípőrisza, vagy stb. És igen, magyarok mi a néptánc, az a férfias, csapjuk oda, bokánkra a kezünket, és de nem semmilyen. Ilyen, hát a latin országokban azért itt az anyatejjel szívják magukba ezt a fajta mozgást. Itt Magyarországon valaki táncol. Azért én úgy gondolom, hogy most azért van egy erőteljes változás. Egyre több tánciskola van, egyre több latin tánciskola van, láthatjuk mindenhol a posztereket kifüggesztve, Nyíregyházán is nem tudom hány tánciskola létezik már, és így a férfiak is egyre inkább mernek. Én szerintem azért ott van a férfiakban belül az, hogy azért szeretnének ők táncolni, csak mivel nem láttak példát, itt sokkal nehezebb elkezdeni. Hát meg inkább attól félnek, hogy nem ciki ez, tehát a többi férfi előtt. Viszont ti most egy jótékonysági rendezvényre is készültök, ha jól tudom, erről. Mit lehet tudni pontosabban? Ez a másik nagyon szuper, és én csak tényleg szuper latinoszokban tudok beszélni a zumbáról, mert nem csak a csoportot kovácsolja össze, hanem különböző eseményeket is szoktunk szervezni. Akár csak zumba oktatók összehívünk közösen, és úgy a csoportjainkat összehozzuk, és úgy csinálunk egy nagyobb bulit rendezvényt. Illetve akár ilyen nagyobb volumenű jótékonysági rendezvényeket is szoktunk rendezni, mivel annyi mindent kapunk a zumbától, és szeretnénk egy kicsit ezt jóra is fordítani, és szorgalmatosan van egy zumbaoktató, a kis Éva, ő egyébként a másik két lányával együtt zumbaoktató, úgyhogy egy egész család oktatja azon a területen a zumbát, és nekik a szomszédjuk, a Dankovics Tomika leukémiás lett. Nagyon érdekes dolog volt, ugyanis a kisfiú most lesz április 1-én egy éves, és annyi történt, hogy 5 hónappal ezelőtt arra lettek figyelmesek, hogy fehér a kis füle. És a mama gondolta, hogy hát lehet, hogy egy kicsit vérszegény, vagy ilyesmit, csináljunk egy vérvételt. És a vérvétel kapcsán derült ki az, hogy ő leukémiás. És hál' Istennek időben elkapták a betegséget, úgyhogy Debrecenbe hordták, már 5 kemoterápiás kezelésen túl van. De azért, hogy biztosan ne tudjon visszatérni ez a betegség, ezért perifériás vért kell kapnia. Ez már meg is érkezett 10/10-es donor Miskolcra, ami azt jelenti a 10/10-es, hogy a lehető legtökéletesebb donor. Ezt a TBA-ja, tehát nem erre gyűjtünk, ezt a TB fizeti ezeket a műtéteket, de el tudjuk képzelni azt azért, hogy a családnak mekkora megterhelés egy ilyen anyagilag. Azért naponta menni, egymást váltja, a család megy reggel a mama, aztán utána az apa, ki hogy mindenki dolgozik, és igyekeznek a lehető legtöbbet ott lenni a Tomikával, illetve az egyéb gyógyszerek, kiegészítő készítmények, amik ilyenkor szükségesek. Úgyhogy ilyenkor a kianya, ugye nekem is 3 gyermekem van, azt mondom, hogy összeteszem a kezem, hogy nem... nem az én gyerekem, de akárhogy is az ember azért ebbe belegondol, hogy te jó ég. És akkor most megpróbáltok segíteni neki. Így van, és ezáltal a rendezvény által megpróbálunk segíteni a családnak. Támogató jegyet lehet vásárolni. Szombaton, tehát holnapi nap a Kodályban 4 órától 5 óráig tartanánk közösen egy masterclass-t, és ami még nagyon szenzációs, és szeretném ezúttal megköszönni az iskolának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a Kodálytermet, mert már olyan sokan jelentkeztek, hogy eljönnek, hogy a tornateremben már nem fértünk volna el,
Úgyhogy hát reméljük, hogy a... Ilyen még úgysem volt a Kodály teremben szerintem. Igen. Biztos, hogy nem. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát nagyon reméljük, hogy nagyon sok pénz összejön a támogató jegyekkel, és tudtok köszönöm segíteni. Köszönöm szépen, hogy meg itt hát lehettem. Az a hangulat is reméljük, hogy átragad és egy kicsit a családra. És ha még annyit mondjak még már, hogy a Facebookon az Együtt Dankovics Tomikáért oldalon, hogyha ha belépnek, akkor ott találnak egy számlaszámot, hogyha valaki esetleg más módon szeretne segíteni, akkor ott azon módon megteheti. Így köszönöm szépen a köszönjük, hogy itt voltál, és mi is nem sokára jövünk vissza. Mi kell, mi kell, mi kell, mi kell.